Kicsi szívem, ezt a dalt láthattuk az előbb. Nótár Mérit üdvözlöm itt a stúdióban. Szia. Hát ugye Magyarország egyik legnézettebb énekesnője vagy a YouTube-on, úgyhogy ilyen sem volt még egyébként, hogy a Fix TV-ben itt voltál nálunk, és ilyen sem, hogy még Magyarország egyik legnépszerűbb énekesnője volt itt nálunk. Hát minden esetre köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy nem először is utoljára ülünk, hát és beszélgetünk. Beszéljünk egy kicsit a dalról először. Ugye ez, ha minden igaz, akkor már megjelent a Zenebomba című lemezen. Igen. És miért pont ezt a dalt választottátok ki, hogy ezzel kapcsolatosan csináltok klipet? Igazából tulajdonképpen amikor már elkészült a Zenebomba anyagom, 2 hónappal ezelőtt ugye meg is jelentettük, akkor már éreztük, hogy ez a kicsi szívem van benne valami jó kis balkán, és valami új, mégis modern, nem kifejezetten romás, de mégis van egy olyan ízvilága, amiből talán majd érdemes lesz építkeznünk, és ez minden esetre be is bizonyosodott. Tehát amikor mellettem mondjuk megjelenés után 2-3 héttel már koncertekre, és ezt kérte tőlem az úgymond nagy közönség, akkor már ez valami jelentett. Tehát már most megvannak a fejünkben igazából azok a dalok, leendő slágereim, nevezzem így, ami útján szeretnénk majd elindulni és tovább építkezni. Tehát már megvan például a fejünkben, hogy körülbelül február-március elején melyik videoklippel fogunk ismét kijönni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy közönség is mérvadóvá tette, illetve mi is éreztük ezt a kicsi szívemet. 72 óra alatt már több mint 100 000-en látták. Igen, ez jónak mondható? Igen, én azt gondolom, hogy igen, nagyon jónak mondható, és remélem, hogy nagy sikert fog elérni ez a dal, és maradandóvá tudom majd tenni, ezt mondhatom majd slágeremnek, igazából évek múlva is, és akkor is fogom énekelni. Mennyire számít neked az, hogy hányan látják egy-egy klipedet YouTube-on? Nagyon sokan, hiszen én nem csak az emberek által, önmagammal is kritikus vagyok, és igazából ebbe, akár a klipbe, akár a zenész világomban is nagyon kritikusak vagyunk. Tehát a producereimmel, Lakatos Robival, Szávaritával, a menedzseremmel, Táncos Szilveszterrel, és önmagammal szemben is. Nyilván azt szeretném, hogy tényleg minél jobbat nyújtani, jobbat teljesíteni, és hát a közönség szava meg, én azt gondolom, hogy ez a legmérvadóbb, hiszen azt szeretném, hogy tetszedjen nekik tényleg, mert elsősorban persze magam miatt is van, de őkértük is, hiszen hogyha ők nem léteznének, én nem lennék, és szeretnék megfelelni nyilván nekik, és egyre-egyre jobbat mutatni. Ahogyan láthatták a klippet is, ez már nagyon ilyen modern technikát is igénybe véve, kicsit filmes, nagyon barott, tehát a képvilág is, illetve tényleg a színvilágokat is úgy válogattuk össze, úgy válogatták össze, hogy tényleg az ilyen modern legyen, tehát értékelendő. Ki találta ki egyébként a klippet? Mondhatom bátran, hogy Lakatos Robinak volt az ötlete, hogy tulajdonképpen a gyártelv az maximálisan az ő ötlete volt. Hát itt többen összedugtuk, mondom így, a csapatunk a fejünket, aztán így nekem, illetve a menedzseremnek volt ez az ötlet, ez a Discoland Ózdon forgattunk, itt Borsod megyében, aztán tudtuk, hogy ez egy nagyon szép és jó vagány hely, és fölajánlottuk tulajdonképpen ezt a helyet a produceremnek, aztán ő mondta, hogy menjünk le, aztán nézzük meg, meglátta ezt a gyárterületet, mondta, hogy ez tök klassz lenne, de akkor még csak a diszkós verzió volt meg a szinopszisban, és akkor elfogadtuk azt, hogy tényleg de jót mondott a Robi. Összehoztátok a kettőt. Összehoztuk, így van, tulajdonképpen nem úgy megy ez, hogy tényleg A-ból B-be rögtön beleugrunk, hanem ez nyilván meg van tervezve előre, több hetet is akár igénybe vesz annak, hogy az a forgatókönyv elkészüljön. Milyen volt a forgatás úgy maga például a gyártelepen, hiszen munkások is táncolnak veletek? Hát ők nagyon-nagyon aranyosak voltak, igazából ez nem volt tervbe, de megkérdeztük őket, hogy nem lenne kedvük szerepelni benne, és mondták, hogy természetesen, hát hogyne, egyetlen egy kérésük van, hogy reggel 9-től forgattunk velük, majdnem délután 2-ig, hogy nekik délután 2-ig tartson akkor ez a forgatás, mert hát addig van a munkaidő, mint ezt megtudtam. De tényleg, és ez olyan jó érzés volt, hogy tényleg itt vannak az úriemberek, akik tényleg kétkezi munkából, komolyan egy kicsit komfortzónából akkor repüljünk ki, és akkor egy klipben szerepelni, és remélem, hogy nekik is tetszik a klip, illetve hát önmaguk. Azt gondolom, és úgy tudom, hogy nem szerepelt idáig senki sem klipben, úgyhogy remélem, hogy ők is értékelik magukat, mert én nagyon őket. Az előző klipped is a Csók-csók puszi. Igen. Ugye az is egy elválásról szólt, részben ez is. Minek köszönhető részben ez? Igazából semminek. Nézd, a dalaim
100%-a három sztoriról szól általában. Vagy mulatásról szól, vagy szerelemről szól, vagy még miről szólhat? Az elválásról. Hát többek között igen, a csalódásról is, meg hát a mindennapjainkról igazából. Az sajnos az anyagias életről, ki hogyan éli meg a napjait, tulajdonképpen emberi dolgokról, emberi érzelmekről. És úgy összességében véve azért mondhatjuk, hogy a csók-csók-puszi is jól teljesít. Igen, én tényleg nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hiszen én azt gondolom, hogy amit idáig palettára tettünk, akár zenékben, de most beszélünk a videóklipjeimről, azért azok, ha valaki megnézi, mindegyik több milliós nézettséget tudhat magáénak, kiemelkedően nyilván a Ráz, meg itt ki tudnám emelni, amelynek tényleg a több mint 13 milliós nézettségnek nagyon-nagyon-nagyon örülünk, és hát a többi is, 4-5-6-7 milliók, tehát ez egy nagyon hálás dolog, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy tényleg abban, amire én azt gondolom, hogy születtem, én ebbe érvényesülni tudok, és megbecsüli a közönség, és én is meg tudom nagyon becsülni. Említettem már ugye, hogy a Zenebomba albumon hallhatók ezek a dalok, ez már ugye a 12. nagy lemezed a sorban. Mennyiben különbözik az összes többitől, illetve hát milyen számok hallhatók rajta? Tulajdonképpen 5-6 stílus hangzik el ezen a lemezen. Hát nagyon-nagyon érdekes, mert nyilván én minden lemezre próbálok élő hangszereket vinni, tehát hogy ne ez a nagyon-nagyon ekta, nagyon modernizált gépies legyen, tehát robotszerű, hanem életszerű legyen, olyan részbe betéve, olyan szegmensek közé, amik azért a modern világunkat tükrözik a zenében nyilván, de mégis meglegyen az, hogy igenis ebbe értékek vannak, ez értéket képvisel, élő hangszerek vannak benne, dolgoztunk vele, és mindez úgy van összehozva, hogy tényleg a modern zene akár egy latinnal, vagy akár a mulató zene a poppal, vagy van benne R&B-s rész is, tehát ez, vagy akár ez egy populáris, hát most nem mondom, hogy roma, mert szerintem már ebbe azért az esztemok nem úgy jönnek, meg nem mulató, hanem most ez egy kis poppos dal. Én óltám, miért is elmond, de poppos. Oda rakod így óvatosba. Hát nézd, igazából a stílusomat soha nem fogom, meg nem is akarom letagadni, tehát persze. Maga az érzet, ez a roma érzet, ez bennem jön. Tehát én ezt vállalom, meg én ezt imádom magam. Tehát hogyha nekem valaki ez egy rock and roll-t énekel, az is valamilyen szinten nótámér is lesz, és valamilyen szinten romás lesz, mert az egész énem és a vér, ami bennem van, az nem lehet letagadni. Hát ez az igazi egyéniség tulajdonképpen. Igen. Miért idom új másokhoz? Tehát már mondhatni azt, hogy világzenét képviselek, mert tényleg nagyon sok stílusban mozgok. Akkor további sok sikert kívánok nagyon neked hozzá. Nagyon szépen köszönöm.